Ez a Nordman fenyő, ez az egyik legkedveltebb fenyő a vásárlók körében, mert nem hullatja a levelét, sokáig szép zöld marad. A drágább, de szebb és tartósabb Normand fenyőből viszik el a vevők a legtöbbet, ezt mondja a szekszárdi Szép Kertfa iskola főkertésze. Náluk már most sokan érdeklődnek a karácsonyfák árai után, ezért jó előre felkészültek. 700 négyzetméteren nagyjából 700 fenyőfát terveznek az ünnepig eladni. Ugyanekkor a fenyő vágottban az mondjuk maximum 9000. A fenyőfák árai 1000 forinttól akár 20000 forintig is terjedhetnek. A legolcsóbbak az apró lucok, a legdrágábbak pedig a tavasszal kiültethető földlabdás normandok. Ezeknek az ára 15000 forint körül mozog. A szakértő azt mondja, egyre többen keresik ezeket. Leginkább normand fenyőt és ezüst fenyőt tartunk nagy választékban. Ebből elsősorban a földlabdás fákat keresik nálunk a vásárlók, minket erről ismernek, hogy nálunk nagy választékban tudnak választani. A földlabdás fenyőket tavasszal érdemes kiültetni, különös bánásmódot nem igényelnek, csak arra érdemes figyelni, hogy lehetőleg meszes talajba kerüljenek.